A természetvédelmi előírásokat szem előtt tartva kizárólag érett fát vágnak ki a Vadex ZRT területén, egyetlen védett fának sem esik baja a kitermelés során, hangsúlyozza Majoros Gábor. A vezérigazgató hozzátette, a tűzifa program miatt 15 brigád 60 munkatársa dolgozik folyamatosan az igények kielégítésén. Naponta több mint 500 köbméternyi fát vágnak ki. Székesfehérváron a Tolnai utca 1-es szám alatt lehet befizetni és megrendelni a tűzifát, amit nagyjából egy hónapon belül kaphatnak meg a családok. A szállítás a vevő feladata. Olyan, hogy ne jusson fához, az elképzelhetetlen. Az, hogy egy hónapon belül törekszünk arra, hogy mindenki megkapja a fáját, ez egy nagyon érdekes szituáció, ugyanis már azzal találkozunk, hogy miután saját szállítási kapacitásunk nincs, és a vevőnek kell megoldani a helyszínről való hazaszállítást, itt jelentkezhetnek csúszások. A Fejér megyei közgyűlés elnöke szerint a kormány sokat tesz a családok terheinek enyhítéséért. Minden háztartást érint a rezsicsökkentés, sokaknak könnyebbség a szénbányák újranyitása, a tűzifa program és a szociális tűzifa program egyaránt. Sajnos a háborúra adott elhibázott brüsszeli válasz, a szankciós politika olyan helyzetbe hozta Magyarországot is, mint egyébként Európa összes országát, hogy aggódnunk kell azért, hogy a lakosság mivel és hogyan tud fűteni a tél folyamán. A tűzifa program egy hatalmas segítség a lakosságnak, természetesen a rezsicsökkentés is családonként 180 ezer forintot jelent. A tűzifa programról részletesen a Vadex ZRT honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Az erdőgazdaság 1-2 méteres hozban hengeres fát ad hatósági áron.